Hogyha te is szeretnél kiváló filmes, sorozatos, illetve videójátékos termékeket vásárolni, akkor mindenképp látogass el az xonhu ra ahol a Geek City számos kedvezményhez juthatsz. Link a leírásban. Nem szokásom romantikus filmeket vagy sorozatokat nézni, és őszintén egyedül rá se vettem volna magam arra, hogy megtekintsem a legújabb alkotást a zsánerben, ami az itt Enz Vitászi könyv adaptációja, viszont azt kell mondjam, már amennyire úgymond jártas vagyok a műfajban, egyáltalán nem volt rossz a velünk véget ér, és megérte az a két óra. A történet szerint Lili új életet kezdett. Nem volt könnyű gyerekkora, bőven van mit elfelejtenie, de minden rosszon sikerült túlépnie, Bostonba költözött és új boldog élet várja. Mindig egy saját boltra vágyott, mostanán ez is teljesül, Sőt, ha ez nem volna elég, megismerkedik egy rokonszenves férfival, aki kedves és jóképű, de ez a boldogság csak átmeneti. Lili csapdába kerül, és nem tud kijutni belőle. A múltja utoléri, és ő elköveti az összes hibát, ami elől menekült. Szabadulni próbál, nagyon nehéz helyzeteken igyekszik keresztül verekedni magát, és még szerencse, hogy találkozik e régi baráttal, aki talán segíthet neki. A könyv 2016-ban jelent meg, és óriási sikert aratott. Hozzá kell tennem, hogy én nem olvastam az írott művet, kizárólag csak a filmet láttam, viszont a legjobb helyről hallottam, hogy számos változtatás történt a könyvhöz képest, de ez manapság talán a sok adaptáció miatt annyira nem újdonság. Egyébként folytatás is készült a könyvhöz, amit szintén Colin Hoover írt, és az itt Start with Us velünk kezdődik címet viseli. A film rendezője pedig azt is elárulta, hogy nem zárja ki a folytatást, és én biztosra veszem, hogy ez bizony el fog készülni. Engem nagy esél azért fogott meg jobban, mint egy átlagos romantikus film, mert nem hozta magával a szokásos klisés elemeket. Persze vannak jól bevált dolgok, amiket a műfaj összes alkotásában láthattunk, de valamilyen szinten tudott újat mutatni. Nem az van teljes mértékben, hogy most egy pár aranyosan összej, majd utána valami miatt szakítanak, megy a sírás, az okogás, minden, aztán utána újra egymásra találnak, és happy end. Persze valamilyen szinten rá lehet húzni a filmre, hogy ez megy, mert részben igaz is, de sokkal jobb történeti elemekkel valósítja ezt meg, amelyek azért elég durva a drámához is vezetnek. Szó szóval esik például a bántalmazásról, ami tényleg megdöbbentő volt egyes pillanatoknál, és nem ittem a szememnek, hogy hogy lehet bánni így egy nővel, aki telsi szívedből szeretsz. Emellett még sok érdekes témával foglalkozik a film, és a felesleges időzó jelenetek helyett akár ezeket is jobban be lehetett volna mutatni. A karakterek egyébként tök jól működtek, meg volt a tipikus hős férfi szereplő, illetve a rossz fiú is, Blake Live is jól alakított és egy szerethető figuráról van szó, viszont ide fűznék egy negatívumot, a ruhákat. Néha basszus olyan ruhákat adtak a színészekre, hogy az elképesztő, annyira elcsúfították őket, hogy teljesen ki tudott zökkenteni a film nézéséből, és ahogy megláttam őket abba a gúgyába, hát egyből azt éreztem, hogy ezekért a karakterekért én nem tudok aggódni. Szóval összességében az itt Enzvit Ász egyáltalán nem egy rossz romantikus film, sőt számomra kellemes kikapcsolódás volt, pedig egyáltalán nem vagyok híve ennek a műfajnak, fordulatos, jók a karakterek, de azért messze nem hibátlan. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp kommentben jelezétek, hogy nektek hogy tetszett a film, addig is osszátok meg a videót, hogy minél több emberhez érünk el, lájkoljatok, iratkozzatok fel, legközelebb találkozunk. Szevasztok!